Megvédte világbajnoki címét a 16.2-es fogadhajtó világbajnokságon hazai terepen Fábián Sebestyénben a magyar válogatott triója, míg a Lázár testvérek egyéniben aranyat és ezüstöt szereztek, a Taroló Társulat harmadik, a stúdióban jelenlévő tagja, Ifjú Dobrovisz József pedig a negyedik lett egyéniben. Hát ő a vendégünk, szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Fábián Sebestyén, Csongrád megye, milyen volt a közeg, a VB helyszíne? Minden évben van itt verseny, rendeznek versenyt. Akkor és... ez egy jó ismerős terep. A terep ismerős volt, de a világbajnokságra új akadályokat építettek, felújították az akadályparkot. Volt egy-két akadály, ami a tavaszi esőzések után a talajt cserélték, tehát úgymond... Tehát mondhatjuk azt, hogy egy teljesen más pálya várt minket. Tehát hiába a helyszín ismerete, a pályában nagy különbségek voltak. Ugye Finto Gábor a hírek szerint a 2 évvel korábbi kis tapolcsányihoz hasonlóan nehéz pályát épített. Mi volt a nehézség? Ennek a maratonnak a nehézsége az volt, hogy minden egyes akadályban olyan kapuk felé kellett menni, amit még nem hajtottunk. Na most ugye, hogyha mi ezt meghajtjuk azelőtt, mielőtt ezt meg kéne, az nekünk büntető ponttal jár. És ebbe a maratonba, ha az ember egy másodpercre nem odafigyelt, ahova kellett, azonnal belefuthatott egy ilyen hibába. Szóval akkor ez egy idegörlő maraton volt, és pálya volt. Végig nagyon kellett koncentrálni, és ugye mindemellett nagy tempót kellett menni, mivel mégiscsak egy világbajnokság volt, a világ elitje itt volt, és ezt így összehozni elég nehéz volt. Ez volt az oka, gondolom, annak, hogy a mezőny gyakorlatilag hozta azért rendesen a verőhibákat. Igen, sok labdát is szedtek össze, és nagyon sokan meg kellett torpanniuk, meg kellett állniuk, tolatniuk, mert ők viszont beleszaladtak ebbe a hátsó kapuba. Na, ilyenkor meg a szintidő bánja. Hát ilyenkor a szintidő bánja, de mégse. Tehát ugye azért, hogyha átmegyünk egy ilyen kapun, azért 20 hibapontot kapunk, azért az mégis egy kicsit jobb, hogyha inkább megpróbálja az ember azt, hogy visszatolat és újraindul. Már inkább, hogy akkor kicsit lassabban, de nem az, hogy így van, de hát ugye így már a győzelmi esély az elszáll az embernek. Milyen volt hozzá az időjárás és a talajviszonyok? Erre azért vagyok kíváncsi, hogy általában egy ilyen nagy versenyen ennek mekkora jelentősége van? Az időjárásnak mindig nagy jelentősége van. Ugye ezen a talajon, ahol Fábián Sebestyén van, ez, hogyha esik az eső, a felső 5-10 cm az vizes lesz, és nagyon csúszós. Tavasszal is ugyanez volt, és idén egy jó pár akadályban, ugye, amint mondtam, talaj cseréltek, tehát salakkal töltötték fel 2 akadályt is, az egyikben viszont faháncsot szórtak le. Na most ez pont az egyes akadály volt, és ezen a faháncson, amikor elkezdtünk versenyezni, a lovak megcsúsztak. És ahogy megcsúsztak, egy picit elbizonytalanodtak, és innentől kezdve az egész maratonon a 2 ló bizonytalanul próbált menni előre, és ugye ezért még nehezebb volt a versenyzés, mert a lovakba újra erőt kellett nekik adni ahhoz, hogy merjenek menni előre. Hát azért ez így kemény volt. A csapat ugye megvédte a VB címét, de azt mondnak, hogy melyik volt a nehezebb, most vagy 2 esztendeje? Az elsőség. Én 2 évvel ezelőtt még nem voltam a csapatban, mert én amúgy 4-es fogattal versenyzek. Én idén versenyeztem először 2-essel. Hát szerintem az elsőséget megvédeni vagy megnyerni sosem egyszerű. Ne tegyünk különbséget. De azt lehet mondani, hiába voltál te, aki váltottál, az aranyon kívül minden csalódás lett volna, gondolom, nem? Főként itthon. Természetesen a cél az arany volt, én ebben úgy vagyok, ha az ember érmet nyer, az már nem lehet csalódás. Nagy volt az elvárás tőlünk, mind a 3-unktól, mind egyéniben, mind csapatban. Tehát a magyar sajtó és ugye a magyar fogadhajtó társadalom úgymond elvárta tőlünk azt, hogy mi nyerjünk. Mint a vízilabda, az aranyérmet. Hát igen, körülbelül hasonló, de sikerült, és elég magasan sikerült ezt megnyernünk, úgyhogy... Ezt akarom kérdezni, miért voltatok ennyivel, tehát hogy tetemesen jobbak az olasz meg a német csapatnál? Hát én úgy gondolom, hogy... A magyar csapatban mind a 3 fogadhajtó, mind a 3 számban az elitet képviselte. Tehát mind díjhajtásban, mind maraton, mind akadályhajtásban. A díjhajtásban a bírói pontozás nem úgy sikerült szerintem, ahogy kellett volna. nekem így eliszálltak a dobogóhoz fűzött reményeim, viszont a maratonban és az akadályhajtásban is mind a hárman ott voltunk az első között. Akadályhajtásban is a három fogat között volt körülbelül 1,5 pont, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mind a hárman egy nagyon kiegyensúlyozott formát hoztunk, és mind a hárman jól tudtunk menni. Tehát ez volt a nagy előny oka, hogy nem hullámzott a forma. Igen. Neked melyik íz lett ezúta, meg általában a felsorolt műfajok közül melyiket kedveled legjobban? Én mind a hármat szeretem. Én úgy gondolom, hogy a lovai mind a három versenyszámban a maximumot hozták ki magukból. Mint említettem, a díjhajtásban engem valahogy a bírók nem úgy pontoztak, ahogy én azt szerettem volna. Járt a fiatalnak még, nem a nyomás? Nem is tudom, hogy a nyomás vagy miért, de valamiért engem egy jó pár ponttal rosszabbul pontoztak, mint ahogy azt kellett volna. Egész évben nem kaptam ilyen rossz pontot, és ettől mentem rosszabb díjhajtást is idén. Úgyhogy ezt nem... A szövetségkapitány az bíró jámokfutásról beszélt, hogy így fogalmaz. Igen, ő is mondta, tehát az, hogy két bíró között volt ilyen 20-30 pontos eltérés, az rengeteg. Tehát még az ilyen 5-10 azt mondom, hogy belefér, mert más szögből látja a díjhajtást. De tehát mind helyezésben a bírók között és mind pontban rettentő nagy különbség volt. Ez nem tudom, hogy miért volt, vagy miért ezeket a bírókat választották erre a világbajnokságra, ezt sajnos én nem tudom megmondani, viszont azt tudom, hogy a másik két versenyszámban a lovaim és én is úgy mondhatjuk azt, hogy a maximumot kihoztuk magunkból. És azt mondd meg itt a vége felé, hogy oké, negyedik hely, nem lett meg az áhított dobogó, de összegészében hogy ízlik a két lovas versenyzés? Tehát, hogy ez lesz az igazi? Nem, én maradok mindenféleképpen a négyesnél, mert az a fogathajtó sportnak a... Király kategóriája. Így van, a király kategóriája. A kettes fogat sem rossz, az sem egyszerű, nem szabad lebecsülni szerintem egyik részét sem ennek a sportnak, mindegyik nehéz, de viszont egyiket se lehet összehasonlítani a négyes fogattal. Így a négyes fogat után én azt mondom, hogy azért erre könnyebb, mint hogyha a kettesről próbálnánk a négyesre ülni. Tehát akkor ez kiegészítésnek jó inkább, ha valakinek a kedvenc a négyes. Hát mondhatjuk így is, hogy kiegészítésnek, de mondhatjuk úgy is, hogy én szerettem volna ebbe is kipróbálni magam, és úgy érzem, hogy eredményesen is sikerült. Hogy milyen lesz a folytatás? A folytatás, hát mivel sikerült a világ legjobb 10 közé kerülnünk édesapámmal, ezért mi kezdjük a téli fedeles versenyzést 4-es fogattal, és jövő tavasszal viszont már a jövő évi hollandiai 4-es világbajnokságra fogunk készülni. Ott mi a cél? Hát először is a csapatba kerülés, mert ugye az majd jövőre derül ki, hogy ki lesz a csapat, először oda szeretnénk bekerülni, és hát ott évek óta a hollandok képviselik a csúcsot, úgyhogy remélem, hogy most már jövőre talán nekünk is sikerülne megnyerni a világbajnoki címet, vagy csapatban, vagy egyéniben valamelyikünknek dobogóra állni. Nehéz lesz, tehát ott a németek nagyon erősek csapatban, a belgák, a hollandok, azért ott nem lesz annyira egyszerű, mint a végére, ahogy itt kiderült a 2-es VB-n. De megpróbáljuk szerintem, hát ha sikerülni fog. Sok sikert hozzá, ehhez pedig gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.